Üdvözlőt kívánok, kedves nézők! Új kulturális non-profit Kft. Alakul, amely a Művelődési Házat, a Túrinformirodát és a Városi Rendezvényszervezést foglalja magában. A gyermekkönyvtár, felnőtt könyvtár és a sporttörténeti gyűjtemény önálló költségvetési szervként működik tovább. Erről is döntött például ma a testület. Hamarosan beszélgetünk is ezekről a témákról. Vendégeink is vannak még hozzá. Takácsné Györe Anett, a Fidesz önkormányzati képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! És Csuri Károly, a Jobbik képviselője. Jó estét kívánok! Én is jó estét kívánok! Előtte azonban kérem, tekintsék meg a mai testületi ülésről készült összefoglalónkat. A testületi ülés elején nyugdíjba vonulás alkalmából köszöntötték Urbán Jánosnét, a jegyzőiroda dolgozóját, aki több mint 30 éves közszolgálati jogviszonnyal a háta mögött, a testület munkájának is meghatározó szereplője. Az elmúlt most már negyed évszázadban volt módon sokat együtt dolgozni Jutkával, mindig itt ült, mindig napra kész volt, és mindig, amikor valamit kerestünk, vagy keresünk a hivatalba, akkor ő az, aki egy katalógusként visszaemlékezve az elmúlt évekre, évtizedekre tudja azt, hogy mi hol van, mit teszünk. Én, Jutka, kívánok neked nagyon jó pihenést, és köszönjük szépen az elmúlt évekbe végzett munkádat. Lassan 10 éve én is, hogy itt vagyok, és tényleg mindvégig én is azt tapasztaltam, hogy egy nagyon koncentrált a munkavégzése, nagyon gyors, naprakész, valóban a polgármester úr is mondta, tehát mivel gondolom kivételes memóriája van, ezért tudta évekre visszamenőleg megmondani, hogyha bármit kerestünk, kapásban megmondta, hogy melyik év, melyik hónap, sőt nem csak azt mondta meg, hogy hol keressük, hanem hogy mit döntött a testület. De megemlékeztek a képviselők a közelmúltban elhunyt Giba Istvánról, Cegléd-város egykori alpolgármesteréről is. Istvánnal ugyan, ahogy említettem, más nézeteket vallottunk, de emberileg, munkaszempontból mindig egy korrekt, megbízható embert láttam benne, és ahogy mondtam, annak ellenére, hogyha a véleményünk nem is egyezett nagyon sok mindenben, mindig, amikor vége volt a képviselői munkának, a testületi ülésnek, akkor egymás szemébe tudtunk nézni, és tudtunk egy-két vagy sokszor több kedves szót intézni egymáshoz, vagy amikor a nagy testvérvárosi kapcsolatok kapcsán volt módunk együtt utazni, hiszen István is szerette és rajongott Erdélyért, és együtt voltunk, akkor nagyon sok kellemes és szép emlék kötődik hozzá. Giba Istvánra egy perces néma felállással emlékeztek a képviselők. A testület mai munkarendje beszámolók elfogadásával kezdődött. A képviselők elfogadták a bölcsődei és védőnői igazgatóság, az önkormányzat fenntartásában működő óvodák, a ceglédi központi házi orvosi ügyelet szakmai beszámolóját. De megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat gazdasági társaságainak harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat is. Újabb szigeteket alakítanak ki, újabb gyűjtőedényeket helyeznek ki, erről is döntött a testület. A Kossuth-Ferenc utca 61 szám alá, a Szövetség utca 6-10 szám alatti társasházhoz. A Jászberényi út 27-39 szám alá is kerülnek ki gyűjtőedények. A beérkező igények és az egyeztetések alapján a szelektív hulladékgyűjtő szigetek további bővítése várható, hangzott el az ülésen. Készpénzben részletekben egyenlíti ki az Ökovíz Kft. Az önkormányzat felé fennálló tartozását és mégsem ingatlanok tulajdonjogának átadásával. A társaság tulajdonosi köre új befektetőkkel bővült, akik 46%-os részesedéssel rendelkeznek. Az új befektetők tervei között fejlesztés is szerepel, amelyhez szükség lehet az érintett ingatlanokra. A társaság ígéretet tett a fennmaradó tartozás ütemezett kiegyenlítésére. De tagi kölcsön felvételének ügyében is téma volt ma az Ökovíz Kft. Akkor ezt most nekünk vissza kell vonni, ezt a határozati javaslatot, mind akkor jó, hogy visszavonjuk, hiszen következő nap mi adnál meg újra egy kis támogatást, nem is kis támogatást adunk az Ökovíznek. Erre kérnék magyarázatot, hogy miért vonjuk vissza, utána 180 millió forintos tagi kölcsönt adunk. Köszönöm. Az elmúlt testületi ülések egyikén, azt hiszem, hogy a szeptemberi képviselő testületi ülésen hoztuk meg azt a döntést, hogy ezt a két ingatlant az önkormányzat, annak az egyébként önkormányzat felé fönnálló, még a vizes ágazatból fennmaradt tartozásnak a fedezetéül az önkormányzat ide delegálja magához. Ezek az ingatlanok
sohasem voltak Cegléd-város önkormányzatának az ingatlanjai. Ezek az ingatlanok valamikor a PVCV nevű vállalatnak a felbomlásakor kerültek, az akkor annak a romjain létrejövő Covíznek a tulajdonába, úgymond. És ezek az ingatlanok egyébként magához a cégnek a feladatából adódó működéséhez szorosan kötődő ingatlanok, a Pesti út 65, illetve a Mizsely úti telephely. Ugye akkor, amikor ezt a döntést meghoztuk szeptemberben, akkor is elmondtam, és gyakorlatilag az elmúlt esztendő során majdnem minden képviselőtestületi ülésen, ha jól emlékszem, tájékoztattam arról a képviselőtestületet, hogy hogy állunk a kicsit sem könnyű helyzetben, ami a hulladékgazdálkodási ágazat körül, azt mondom, hogy országos szinten stratégiailag zajlik. És az akkori szeptemberi állás szerint gyakorlatilag úgy tűnt, hogy az Ökovíz Kft. Tekintetében az önkormányzat felé fönnálló tartozás rendezésére ez tűnik a legjobb megoldásnak. Azóta eltelt néhány hónap, és az elmúlt hetekben, de mondhatom azt, ügyvezető úr, és itt majd a következő napi rendi pont kapcsán a tegnap előtti napon kapott levelére, vagy tegnapi napon kapott levelére hivatkozással megint változás van a rendszerben. Ugye akkor úgy döntöttünk, hogy ezeket az ingatlanokat az önkormányzat fedezetként maga az a szint. Azóta annyit változott a helyzet, hogy novemberben az Ökovíz Kft. 100 millió forintot törlesztett az önkormányzatnak abból a tartozásból, ami hosszú évek óta fennáll. És az új stratégia tekintetében egyre komolyabb feladatok látszanak előttünk. Gyakorlatilag a mostani állás szerint az Ökovíz Kft. Nem az a fajta, és most bocsánat a rossz szóért, túlélésre törekedő gazdasági társaságunk lett, hanem egy, ha valaki hallgatja esetleg a Ceglédi médiát, akkor hallja benne, hogy folyamatos személyzetet keresnek, a bővülés felé mennek, létszámbővítés és egyéb dolgok tekintetében indultunk el. De ahhoz, hogy ezzel a piacon ezzel a dologgal meg tudjunk jelenni, ahhoz kell valami háttér. Az Ökovíz Kft. A szeptemberi képviselőtestületi döntések után gyakorlatilag egy hát vagyon nélküli gazdasági társaság funkciójába kerül. Ugye, ahogy mondtam, ezek az ingatlanok a biztosíték kellett az önkormányzatnak, hogy meglegyen. Én azt gondolom, hogy ezek az ingatlanok kapcsolódnak ehhez a cég működéshez, illetve az új struktúrához is szorosan kapcsolódnak, hiszen például a Mizsely úti telephely tekintetében információim szerint további fejlesztések várhatóak. Az Ökovíz Kft. A Bácsvízzel például most módosította a szerződést, hiszen ők ott voltak, de kicsit kevés a hely, több kukásautó lesz, több feladat lesz egyéb. Fejlesztések várhatóak a jövőben, tehát az ingatlanok, hogy tudjuk azt, hogyha mondjuk idegen tulajdonon végrehajtott fejlesztésekről beszélünk, egészen másképpen jelennek meg. Tehát ilyen szempontból a cég stratégiai elképzelései, az a jövőbeli dolgokhoz szükség van az ingatlanokra. Ráadásul én a magam részéről azt gondolom, hogy a 100 millió forint visszafizetésével és egyébként abban való megállapodásban, hogy a következő egy évben törekszik arra a gazdasági társaság, hogy a maradék összeget is visszatörlesz az önkormányzatnak, megfelelő biztosítékok vannak. De az önkormányzat természetesen nem engedi el a biztosítékokat, hiszen az ingatlanoknak az ökovízbe vagy a döntésük visszavonásával egyidejűleg az a még a nyáron hozott képviselőtestületi döntésünk érvényben van, hogy amíg a tartozás fönt áll, addig első helyen bejegyezve a Cegléd-város önkormányzatának joga van az ingatlanon, tehát gyakorlatilag fedezetként ott van ennek a tartozásnak a biztosítékaként. A Városfejlesztési Kft. 3,5 millió forint plusz támogatást kapott a többletfeladatok ellátására. Helyi adókról is tárgyaltak a képviselők. A döntés szerint 2017-ben sem változik. Nem nő az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó mértéke.
6 év után először tiszteletdíjakról is tárgyaltak a képviselők. Január 1-ével 30%-kal emelik meg az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíját. A Jobbik frakció és Nagy Tamás MSZP-s képviselő nem támogatta a javaslatot, amit végül a testület elfogadott. Újabb 8 helyen üzemelnek be térfigyelő kamerákat. A most elfogadott rendelet életbe lépésével képfelvevő figyeli a Szállás utca, Patak utca sarkát, a Csata utca, Patak utca sarkát, az Oldas közt, a Bajcsi-Zsilinszky teret, valamint a Gyógyfürdő és szabadidőközpontot. A Széchenyi úti óvoda vezetőjének, Széchenyiné Lengyel Juditnak 2017. július 31-én lejár a vezetői megbízása. A vezetői feladatok zavartalan ellátása érdekében kellő időben ki kell írni a Széchenyi úti óvoda óvoda vezetői pályázatát. Erről ma döntött is a testület. A testület ahhoz is hozzájárult, hogy a KRIK pályáztatás nélkül Gulyás Zoltánt bízza meg további 5 évre a gimnázium igazgatói feladatainak ellátásával. Nettó 42 millió forint plusz forrást biztosít a város a Malomtószéli pálya stadionfejlesztési program keretében megvalósuló fejlesztéséhez. A kormány korábban 400 millió forint támogatásban részesítette Cegléd-város önkormányzatát. A tervezési és egyéb költségek levonása után a kivitelezési munkálatokra nettó 370 millió forint maradt. A közbeszerzési eljárás során egyetlen árajánlat érkezett, ennek összege 404 millió forint, ez 42 millió forinttal több, mint a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet. Annyi változott a közösségi bizottság ülése óta, hogy tegnap kaptam egy telefont a BMSK ZRT-től, miszerint ugye ez az állami szervezet, amely koordinálja magát a beruházást, miszerint a kormány felkérte őket arra, hogy maradvány összeget gyűjtsék össze, ami kimaradt számukra, és legyenek javaslatot arra, hogy mely lelátó projektet, vagy mely építési beruházásokat támogassák, és arról tájékoztattak, hogy Cegléd-nek megszavaztak 44 millió forintot, és talán jövő héten már a kormány erről dönteni fog. Ugyanakkor az előterjesztést azt el kell fogadnunk, mert amennyiben elfogadjuk, hogy a közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilváníthatjuk, tehát ha nem fogadjuk el, akkor eredménytelennek nyilvánítjuk, és új közbeszerzési eljárás kell kiírnunk. Ha elfogadjuk, akkor viszont eredményes lesz, megkötetjük a vállalkozási szerződést, és viszonylag nagy esély van rá, hogy a jövő évben ezt a pénzt vissza fogjuk kapni az állam részéről. Mútyán Krisztián marad a Várva Kft. Ügyvezetője, további 5 évre kapott megbízást a testülettől. Egyirányosítják a Köztársaság utca, Teleki és Ady Endre utca közötti szakaszát. A Teleki utca felől lehet majd csak behajtani. A Köztársaság utca és Ady Endre utca kereszteződése jelen formájában nagyon balesetveszélyes. Új kulturális non-profit Kft. Alakul, amely a művelődési házat, a túrinformirodát és a városi rendezvényszervezést foglalja magában. A gyermekkönyvtár, felnőtt könyvtár és a sporttörténeti gyűjtemény önálló költségvetési szervként működik tovább. Erről is döntött ma a testület. Az új Kft. Ügyvezetője Détári Lukács Ágnes lesz, megbízatása 1 évre szól. Az egész átszervezés jár-e létszámcsökkentéssel? Köszönöm szépen! Mindenkit meg fogunk a művelődési házba tartani, mivel a feladat nem csökken, tehát a feladat megmarad, csak egy átszervezett formában fogjuk ezeket a feladatokat biztosítani. Reméljük, hogy még jobb minőségben, nem a minőséggel volt problémánk, tehát itt szeretném mondani, hogy a művelődési ház munkájával, az ott dolgozókkal, a vezetőkkel meg voltunk elégedve, csak úgy gondoljuk, hogy gazdaságosabb lesz a jövőben a működtetés. A könyvtárak és a sporttörténeti gyűjtemény vezetője továbbra is Koglerni Hernádi Ágnes. A KRIK, vagyis a január 1-től működő jogutód az átvevő tankerületi központ tulajdonába kerülnek teljes egészében az oktatási intézmények. Törvény kötelezi az önkormányzatokat az ingyenes átadásról és a működtetésről, fenntartásról, a továbbiakban a KRIK jogutódja gondoskodik majd. Vendégeink tehát Takácsné Györe Anett és Csóri Károly. Jó estét kívánok még egyszer a vendégeknek. Kezdjük rögtön, mondjuk a beszámolók voltak azok, amik a legkönnyebb témák voltak a mai testületi ülésen, viszont utána jött az Ökovíz Kft. Az Ökovíz Kft., amely azért testületi ülésről testületi ülésre ad témát. Most például a vagyonelemek visszaadása, illetve az ingatlanokról való korábbi döntés módosítása. Itt azért volt némi vita. Miért volt szükség egyáltalán arra, hogy először döntsön így a testület, majd pedig visszavonja a döntését?
Akkor kezdem én, mint egy kicsit ott dolgozó is. Tehát tulajdonképpen a legelején, mikor arról döntöttünk, hogy a vagyonelemeket visszaveszi az önkormányzat, az azért történt, mert egy nagyobb adósság állomása van az Ökovíz Kft-nek, egy 350 milliós összegről beszélünk, és ezt az önkormányzat fedezetként szerette volna magának tudni ezt az ingatlant. De azóta jelentős változás történt a cég életében, méghozzá jött egy tulajdonos, egy újabb tulajdonos, aki nagyobb tőkét poltolt a cég életébe, illetve megváltoztatta a működését, ezzel elősegít, vagy a jövő évet meg tudja alapozni, és őnek is a kérése volt, mivel nagyobb fejlesztések indulnak el a cégnél, hogy ez a két ingatlan, ami soha nem volt az önkormányzat tulajdona, ez maradjon ugyanúgy a Kft-be, és így ő fejlesztéseket szeretne végrehajtani, ez már el is indult, többek között a Mizsei úton már egy öltöző nagyobbítás van, illetve irodák készülnek. A létszám meg fog növekedni, nagyobb létszám lesz, nagyobb szolgáltatási területünk lesz, és annak ellenére, hogy ezek az ingatlanok a Kft. Tulajdonában maradnak úgy, ahogy ez idáig voltak, még egyszer hangsúlyozva, hogy soha nem volt önkormányzati tulajdon, és mivel a tartozás még fent áll, de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy már ez csökkentve lett az elmúlt hónapokban 100 millió forinttal, még a jelzálók bejegyzése az önkormányzatnak biztosítéként mind a két ingatlanon szerepel. Gyakorlatilag az ingatlanok átvétele, nem vétele, visszaadása, nem visszaadása mellett a másik vitára alapot adó dolog az volt, hogy rögtön utána egy napirendben pedig tagi kölcsönről kellett dönteni a testületnek. Én is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit és a televízió munkatársait. A mai testületi ülésen 34 napirendi pontunk volt, ezen a 34 napirendi pontunk zömében egyetértettünk, illetve konszenzus alakult ki. Ezt nem lehet elmondani erről a napirendi pontról, hogy az Ökovíz Kft. Vagyonelemeinek átadása vonatkozásában, ahol egyszer már döntöttünk, mégpedig a szeptemberi testületi ülésen, akkor úgy döntött a testület, hogy a vagyonelemeket önkormányzati tulajdonba kívánjuk venni, meghatározott indokok miatt. Értettük az előterjesztést, és azt is megértettük, hogy időközben bizonyos változások történtek. Mindezeknek a figyelembe vételével mégis úgy gondoltuk, tisztább és átláthatóbb a felállás és a kép, hogyha ezeket a vagyonelemeket az önkormányzat saját tulajdonába fogja átvenni. Nyilván ez kötelezettségekkel jár, például ezeknek az ingatlanoknak a karbantartása, állagmegóvása az a tulajdonos, illetve ebben az esetben az önkormányzatnak a feladata lett volna, de mindemellett ugye bérleti díjat lehetett volna kiszámlázni a társaságnak. Hát ezt a javaslatunkat, hogy a szeptemberi testületi ülésen hozott döntést ne vonjuk vissza, ezt a mai testületi ülés leszavazta. Viszont az előterjesztés szerint, ha nem is bérleti díjformájában, de csengő forintokat fog majd kapni az önkormányzat? Tehát teljesen igaza van a Csuri úrnak, az akkori döntés, hogy az ingatlan az önkormányzathoz kerüljen, az abban a helyzetben indokolt volt. De egy 180 fokos fordulatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy éppen most nem arról beszélünk, hogy a cég felszámolásra kerül vagy megszűnik, hanem arról, hogy területbővítés van, a létszám az várhatóan 100 fő fölé fog emelkedni, már 3 új kukás autó beszerzés se folyik. A Mizsei egy hatalmas nagy telephely, ami évek óta nem működő szerelőcsarnokkal, ezt fel szeretnék éleszteni, szeretnék az autókat ott javítani helyben. Tehát nagyon sok olyan elképzelés van, ami indokoltát teszi, hogy a jelenlegi Kft. Tulajdonában maradjon az ingatlan, hogy ezeket a fejlesztéseket megvalósítják. Tehát én szerintem nem hiszem, hogy pozitívabb, hogyha a következő előterjesztésben abba döntünk, hogy adjon az önkormányzat 2-3-4-5-10 milliót, mivel ő lesz az új tulajdonos, ha ez így lenne, és hogy csinálja meg ezeket a beruházásokat, mert erre szükség van. Tehát nyilván a más tulajdonán nem lehet beruházást végezni. Tehát még egyszer hangsúlyozva, ez soha nem volt, ez mindig a Kft. Tulajdona volt. Biztosítékot kapott az önkormányzat, hogy a teljes tartozást kifizetésre kerül. Ebben az évben, decemberben egy üzleti tervet fog az Ökovíz Kft. Letenni, melyben
látható lesz, hogy hogy lesz ennek a tartozásnak a kifizetése, a következő évben vállalja a cég, hogy a teljes tartozás az önkormányzat felé rendezve van, és ugyanakkor szeretné ezeket a fejlesztéseket zökkenőmentesen végrehajtani. Tehát még egyszer hangsúlyozva, abban az időszakban az a döntés jó döntés volt, mivel ekkora nagy változás történt az új tulajdonossal, ez a mi gondolatunk szerint természetesen ez így jó döntés. A legutóbbi Városháza magazinunkban még csak arról tudtunk beszélni, hogy zárt ülésen volt szó erről a bizonyos új befektetőről, tehát azóta még bővebben nem beszéltünk róla. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve mondhatjuk azt, hogy biztonságos lesz az Ökovíz Kft. Működése, és még az adósságokat is le fogja tudni faragni? Így van, azért volt szükséges, mert hasonló régvizes szolgáltatáshoz. A holding bizonyára sokan lakosság részben, nem is baj, ha beszélünk erről most bővebben, egy holding belépett, ami egy állami működtetésű ZRT, tulajdonképpen a számlákat ő bocsátja ki, és a bevétel pedig a holdinghoz folyik be. A holding ezt a begyűjtött bevételeket osztja szét a közszolgáltatók között egy meghatározott képlet alapján. Ebben a képletben vannak torzító tényezők, ez többek között a lakosság lélekszáma, a terület nagysága, a bevétel, hogy látja el a szolgáltatást. Itt ugye az új szolgáltató, vagy nem az új szolgáltató, most megerősödve az Ökovíz szeretné, meg lesz a 10 zöldgyűjtés, a szelektív gyűjtés sokkal gyakrabban legyen. Ezek mind-mind olyan tényezők, amik ezt a képletet befolyásolják, és ezzel a tőkéstárssal, aki belépett, ezt a területet tudjuk bővíteni, tehát várhatóan a visszaosztás, így a holding részéről egy nagyobb összeget képvisel, ami ad lehetőséget arra, hogy meg tudja fizetni az adósságát az önkormányzat felé, és mivel nagyobb szolgáltatási területről van szó, így van lehetőség arra, hogy a dolgozói létszámot is tudjuk növelni, tehát maga a ceglédi képviselet megmarad, ami Cegléd részéről szerintem nagyon pozitív és nagyon fontos, hogy nem, hogy elbocsájtások vannak, hanem még emberfelvételre lesz szükség, és hirdetjük is folyamatosan az állásokat, kihasználva az alkalmat. Szeretném, ha ezt keresgetnék is hirdetési rovatokba. És talán mindenki megnyugvására kevesebbet kell majd beszélnünk az Ökovíz Kft-ről. Reméljük, hogy így van, és azt is remélem, hogy amit képviselő társam elmondott, ez a bizonyos tőkés társaság majd a következő évben ütemezetten az önkormányzat felé fennálló tartozását maradéktalanul teljesíti. Én ezt nagyon remélem. Legyen így. Beszéljük majd erről. Profita szóljon Csúri úrból, így van. Ha már pénzről és több pénzről beszélünk, Cegléd Városfejlesztési Kft. Számára valamivel több mint 3 millió forint többlet juttatást, vagy legalábbis pót befizetést, inkább most hívjuk így, szavazott meg a testület. Mondjuk akkor most kezdjük az ellenzék véleményével. Köszönöm szépen. A Városfejlesztési Kft. Alakulásakor Szebeni ügyvezető úr arra tett ígéretet, hogy ezt a Kft-t profitábilisan nyereségessé teszi. Munkákat fog elvállalni a környező településeken, a környező önkormányzatoknál is, nemzetközi kitekintéssel is bírni fog majd tevékenységében ez a Kft. Arra hívtam föl ma a testületi ülésen is, mind a testületnek, mind pedig a jelenlévő ügyvezető igazgató úrnak a figyelmét, hogy ez az ígéret elhangzott, és jó lenne, hogyha a nyereségesség vonatkozásában további csúszásokra nem lenne lehetőség, hanem nem kerülne sor. Szeben úr azt válaszolta, hogy e vonatkozásban a pályázatok elbírálása, több pályázat van, elmondása szerint a pályázatok elbírálásának csúszása miatt történik mindez a nyereségességnek a kitolódása. 3,5 millió forintról volt szó, úgy gondoljuk, hogy ezt a 3,5 millió forintot már eddigi tevékenysége során a Kft. Kitermelhette volna magának. Nem tette? Testület most megszavazta ezt a... Így van, itt felkerült még a testületben a szóban forgóan az, hogy maga a Kft. Elköltözött, méghozzá egy új helységben, ezt tudnélik, ez egy önkormányzati tulajdonú lakás volt. A
Szabadság téren, és oda költözött, ami tulajdonképpen még testületen egy hevesebb beszélgetés keretében hangzott el, ami teljesen indokolt volt, mivel jelezte a cég, hogy másfél éven keresztül úgy működtek, hogy tulajdonképpen egy asztalnál ültek hárman, négyen. A cég tevékenysége nagyon megnövekedett, nagyon sok mindent, tehát mint ahogy a nevét is mondja, hogy városfejlesztésén, és úgy gondolom, hogy nagyon sok ceglédi lakos látja, hogy a fejlesztések elindultak. Ezt a városközponton szerintem egyértelműen lehet látni, de nem csak azon, hanem külsőbb részeken legyen világítás, vagy legyen csapadék. Vízelvezetés, nyilván nem minden ehhez a céghez tartozik, de nagyon sok minden, tehát nagyon-nagyon sok munka elindult, ami ezt indokolja, és úgy, ahogy a Csuri úr mondta, a Szebeni úr elmondta, hogy tulajdonképpen folyamatban vannak ezek a kívánalmak, amiket számon kértek, de sajnos elbírálási okokból állnak, meg stagnálnak, de halad minden, és a tőlük telhetően mindent megtesznek azért, hogy ez teljesítsék a kérést, vagy az ígéretet tulajdonképpen, ami elhangzott annak idején. Ha már fejlesztéseknél tartunk, a Malomtó szélen is zajlik egy fejlesztés, és volt egy vitapont, mondhatom, ami gyakorlatilag úgy oldódott meg, hogy ott helyben meg is oldódott egy új információval, hogy adott a helyzet, lelátóépítés, stadionfejlesztés a Malomtó szélen, egyetlen egy pályázó van a közbeszerzési pályázaton, az is 40 millió forinttal többet kérne, mint amennyi pénz van rá. És ugye itt jött a testület döntése, hogy új közbeszerzési pályázat jön, vagy megszavazza a plusz 40 néhány milliót. Na, és akkor tulajdonképpen itt jött a vita része, amit utána meg is oldott, fel is oldott maga a testület, mert hogy az ellenzék nyilván, vagy nem nyilván, de nem támogatta. Eredetileg természetesen nem tudtuk támogatni. Ennek pedig az volt az oka, hogy a Jobbik frakció valójában nem tud egyet érteni azzal a milliárdos stadionfejlesztési programmal, ami az országban zajlik. Mindamellett számon kellett azt is venni, hogy a ceglédi sportpálya lelátója az bizony, hát becslések szerint 50-60 éves is lehet, tehát megérett arra, hogy újjáépítsük. Tegnap előtt kedden volt a gazdasági bizottságnak az ülése, és ezen az ülésen hangzott el az, hogy az egyetlen egy építésre jelentkező pályázó körülbelül a 40-42 millió forinttal magasabb összeget adott be, mint amennyire nekünk forrásunk lett volna. És ezt akkor a gazdasági bizottság ülésén nem tudtuk támogatni, hiszen megvoltak a keretek arra, hogy mire mennyit lehet költeni. Ma, amikor a testületi ülésen erről beszéltünk, akkor szóba került az, hogy a helyzet változott, annyiban változott, hogy tegnap kapott a Városfejlesztési Kft. Egy telefont, hogy a hiányzó 42 millió forintot kormányzati központi költségvetésből fogják fedezni, és így nem kerül se sor, illetve értelmetlenné vált az, hogy egy új pályázatot írjunk ki. És így megoldódott ott helyben. Nem is szeretném kommentálni, mert konkrétan így történt. Bár így lenne máskor is. Igen. Viszont amint már azért ott nem oldódott meg helyben, a vita az egy ingatlan kijelölés értékesítése, egészen konkrétan egy magántulajdonú közpark, ugye így szól, vagy így apostrofálták az előterjesztésben ezt a területet, Pesti út Csíkosszél találkozásánál van ez a terület, és itt már rögtön az elnevezésen is volt egy kis vita, meg egyáltalán, hogy értékesíteni kell, vagy nem kell, vagy mi legyen azzal a területtel. Átadom a szót, most ennél inkább. Köszönöm szépen. Magántulajdonú közpark. Ilyen létesítmény nem egy van Nyugat-Európában, és nem egy van az Amerikai Egyesült Államokban. Ezekben az esetekben a magántulajdonos, el lehet mondani, hogy az már nem is milliómos, hanem milliárdos, tehát megengedheti magának azt, hogy évente akár, ha forintba számolunk, 50-100 millió forintot is rákölthessen erre a saját maga tulajdonát képező közparkra. Ez ott megengedhető, vagy meg van engedve. Viszont itt Magyarországon úgy gondoljuk, hogy ez a magántulajdonú közpark, ez majdnem úgy néz ki, mint a fából vaskarika. Tehát valaki azért ruház be oda forintot, valamelyes tőkét, hogy utána ott úgymond sokszor az eléggé kulturálatlan, ezt is hozzá kell tenni, kulturálatlan
népességnek egy része ott esetleg bemegy, szemetel, kárt okoz, ezért senki, aki a saját maga pénzének nem ellensége, az nem fog így beruházni. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, amely ezzel kapcsolatban, hogy ez a terület, ami az előterjesztésben ki volt jelölve, ez egy vizenyős, mocsaras élőhely, ami per pillanat úgy gondolom, hogy tele lehet majd a nyáron a vízi növényeken kívül mindenféle vízi állattal, élőlényekkel, esetleg madarakkal. Na most, ha ezt eladjuk, akármilyen megkötéssel is, ez mindenféleképpen meggyőződésem szerint, és erre már példa is van a Malomtószél külső kátai út sarkán lévő projekttel kapcsolatban, tehát ez mindenféleképpen környezetpusztítással fog járni. Ezért javasoltam azt a testületi ülésen, hogy mielőtt kijelölnénk ezt a területet eladásra, hallgassuk meg, kérjük ki a véleményét a szakértőknek, dr. Surányi Dezső professzor urat javasoltam erre a célra. De egy javaslat részben meghallgatásra nyert, így van, az ügyvezető nyilatkozott, hogy természetesen ennek semmi akadálya nincsen. Ugyanakkor sajnos, hát én nem úgy gondolom, hogy annyira mocsaras az a rész, az egy nagyon szemetes környék. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, hogyha valaki ezt felkarolja, és valamit ebből többet szeretne kihozni, hasznosítaná, mert ez tényleg elhagyatott, és úgy, ahogy mondva, nem mindig a legjobb célokra használják ezt a területet. Úgyhogy én abszolút jó döntésnek vélem azt, hogy ezt valaki, ha fölkarolja, erre ráfordít energiát, időt, nem beszélve rengeteg pénzről, hogy egy építő legyen, és ne pusztítva jelenjen meg ugye évek, évtizedek óta ez a terület, legfőképp egy nagy szemét halomként. Aztán lehet, hogy senki nem lehet még benne fantáziát, és akkor nem is lesz talán téma. Viszont ami téma lesz most bizonyára, hiszen most alakul meg közművelődési intézmények átszervezése kapcsán, ahogy említettük már a felvezetőben is, új kulturális non-profit Kft. Alakult. Itt maga az átszervezés is már adott vitára okot, nem tudom, hogy a végeredmény maga ad-e az ellenzék számára, de minden esetre ez már megtörtént, a testület megszavazta, megalakul a kulturális non-profit Kft. Igen, a testület megszavazta. A Jobbik frakció nem szavazta meg, most sem, és kezdetektől fogva is nem támogattuk ezt az elképzelést. Most per pillanat is úgy látjuk, hogy némileg átláthatatlan. A dolgozóknak a nagy része az bizonytalanságban él, és azáltal, hogy egy bizonyos tevékenységet úgymond piaci körülmények közé fogunk kiszervezni, az nem biztos az, hogy ez jobb lesz. Ugyanis a kultúrát, a művelődést nem lehet minden körülmények között piaci körülmények közé tenni, hogy az annak mindenféleképpen hasznot hajtónak kell lenni. Na most szó volt arról, hogy a dolgozókat átcsoportosítjuk, és majd a Kft-ben majd nagyobb lesz a teljesítmény, nagyobb hatékonysággal fognak dolgozni. Mi úgy gondoljuk, hogy aki eddig valamit 1000 forinté nem tudott megcsinálni, azt ezen kután 1500 forintért se fogja majd megcsinálni, mert nem tudja. Az előterjesztéshez készült kisebb tanulmányban azért itt a gazdaságosság tekintetében egyéb más dolgok is ott vannak, áfa visszaigénylés, pályázati támogatások, tehát mi az, ami megalapozta a testület számára azt, hogy azt mondja, hogy kell ez a kulturális napot. Tehát ez egy kicsit más vetület. Tulajdonképpen eddig a rendezvény szervezés nagyon leegyszerűsítve úgy működött, hogy az önkormányzat megfinanszírozta. Nem kevés összegből, azokat, hogy ezeket a városi rendezményeket, meg a többi minimális pénzbefolyással már, ami fizetőségeket illetően, hogy működjenek. Most tulajdonképpen ez egy gazdasági alapokra fog kerülni, semmi bizonytalanság nincs a dolgozók részéről, a létszámot egyáltalán nem érinti, hanem egy átcsoportosításról van szó, és ez azt jelenti, hogy az új cégnek igenis mindent meg kell azért tenni, hogy gazdaságosabban működjön, most független még az áfa visszaigényéstől, ami a gazdasági formának a sajátossága, és amivel lehet még lehetőségként élni, hogy bevételeket szerezzen, és ne csak egyszerűen az önkormányzat terhére gazdálkodjon, vagy az önkormányzattól kérjen pénzt. Tehát ezzel is szeretnénk inkább ezt a megmaradt pénzt városfejlesztésre, városüzemeltetésre költeni. Úgyhogy nagyon időszerű
volt a döntés, ez mindenféleképpen. Tehát már az az idő elmúlt, hogy csak benyújtjuk a számlát és kérjük a pénzt, hanem igenis meg kell érte dolgozni, igenis keresni kell támogatókat, akik a rendezvényeket támogatják. Piaci alapon működik a mai világban szinte minden. Ez már a mai világunkhoz hozzátartozik, és reméljük, hogy ez így is fog működni, hozni fogja majd a statisztikát és a számokat, és a városnak kevesebb pénzébe fog kerülni ugyanaz a minőségi szolgáltatás. Arról nem beszélve, hogy ez a központosítás még egy gondolat, ez azért összehangoltabbá fogja tenni a rendszert, tehát egybe fog jobban működni, ugye bekerült a Turinform iroda, a művelődési ház, a rendezvényszervezés, tehát együtt, egy lélegzettel nem fognak az időpontok ütközni, tehát sokkal összehangoltabban fog működni minden. Igen. Néhány évvel ezelőtt pontosan ez a testület, vagy az előző testület döntött úgy, hogy ezeket a kulturális intézményeket összevonja. Nyilván annak az összevonásnak is megvoltak az indokai. Most pedig az összevont kulturális intézményeket pedig szétszedjük. Tehát egyszer összevonunk, utána szétszedjük. Mindezek tekintetében most akkor hol van az anyagi haszon? Hol csapódik le? Ezt most elvesztettem a fonalat. Annak idején egyrésztről már nagyon régen volt az, amikor még a művelődési ház keretein belül működött a rendezvényszervezés, de ugye egyszer volt egy átszervezés, amikor a könyvtár és a művelődési ház került egy igazgatás alá. Igen. Nem egyről beszélünk, ez egy társasági forma. Tehát az, hogy egy önkormányzaton belül milyen egységek, kisebb vezetések működnek, ez teljesen más. Ez egy gazdasági társaság, egy társasági forma alakul, ami ahogy említette, tulajdonképpen bizonyos áfa visszaigénylés és könyvelés technikai lehetőségeket is arra, hogy több pénz maradjon a működésbe. Tehát teljesen másról beszélünk, szerintem nem rakható egy kalap alá az egész. Tehát nem... De már hatékonyságról beszélünk, ugye ez nagyon sok testületi ülésen nagyon sokszor volt az téma, hogy gazdaságosabban kellene a rendezvényeket szervezni, vagy végrehajtani, megvalósítani, miért költ a város rá ennyi pénzt, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni mondjuk adott esetben, mert azért azt valljuk, hogy a rendezvényekre viszont igény az van, és egyre nagyobb a közönség. Igen, természetesen rendezvényekre szükség van. Lehet, hogy ezen rendezvényeket jobban át kellene nézni, hogy az adott rendezvényre ilyen formában, ilyen mértékben, ilyen nagyságban szükségünk van-e. Ott már forintot lehetne megtakarítani. És egyébként visszatérve még erre az összevonásra, vagy az átszervezésre, attól tartunk, hogy majd ez a kulturális non-profit Kft. Is követni fogja a Városfejlesztési Kft. Által követett, legalábbis a kezdetén követett metódust, hogy két havonta, három havonta bizonyos bepótlásokra tart majd igényt. Mint például a mai nap is szó volt arról, hogy a Városfejlesztési Kft. 3,5 millió forintot kér. Ebben az évben emlékezetem szerint már teljesítettünk egy-egy ilyen anyagi kérést a Kft. Felé. Tehát még egyszer összefoglalva, attól tartunk, hogy ez a bizonyos non-profit Kft. Is majd valahol az önkormányzat segítségére fog szorulni. Én tudom, hogy az ellenzék szerepe mindig az, hogy meglássa a hibákat, és mindig megkeresse azon hibákat, de egyszer majd biztos eljutunk oda, nem csak helyi szinten, hanem országos szinten, ahol sok-sok javaslattal áll elő az ellenzék, illetve esetleg valami dicsérő momentummal, amikor az ember igyekszik, lépni igyekszik, segíteni próbál, átalakítani, és még költséget csökkent, vagy még jobbá tegye, és igazából indokolt volt a mai bepótlása és a Városfejlesztési Kft.-nek. Egyszer majd csak eljutunk ide, nem csak ellenzék, hanem lakossági szinten is, hogy meglátják, és nem csak a fő téma mindig az lesz, hogy mi az, ami nem tetszést kiváltó, vagy nem jó. De mindesetre, amilyen gyorsan szalad az idő, hamarosan már arról beszélgethetünk, hogy az első, második, negyedéves beszámolója szerint a cég hogyan működik, az új kulturális non-profit Kft. És gyorsan szalad az idő, volt az az idő is, amit mi felhasználhatunk a mai beszélgetésre. Megköszönöm a vendégeknek a figyelmet, a nézőknek pedig megköszönöm a figyelmet szintén. A Ceglédi Hírmondó következő számában természetesen olvashatnak majd részletesen a testület mai döntéseiről. Viszontlátásra!